Sziasztok! Ma folytatom a Medieval 2 Total War Mor hadjáratomat, és itt maradt abba, hogy Tesszalonikánál már megint megostromoltak a morok, amit hát vissza kell verjünk. Jaja. Oh. Kezd éjszaka lenni. Ja, itt most van izéjük, ostromtornyuk, szóval... Ez ilyen ostrom... tornyos lesz, vagyis ostromgépes csata lesz. Van itt pár egység, aminek... nem igazán kéne harcba mennie. De annyi az egészben a jó, hogy ballisztásak a tornyaink. Így az ellenségnek szinte lehetetlen lesz a város elvétele. Eddig se volt valami sok esélyük. De ezek után már annyi se lesz. Mint eddig volt. Ezt a két gyenge egységet, mivel a létszámuk már nagyon kicsi, felküldöm a főtérre. Nem akarom elveszíteni őket, nem akarok teljes csapatot veszíteni. Az már nagy veszteség. Kár egy ilyen elvesztése egy ilyen arany vagy ezüst vagy bronzgerendás csapatnak. Ajaj! Ez a falrész hamar be fog törni. Ezek a hülye rakétalövegek kurva durva, kurva erősek. Durván nyomják. MKK-máka. Wow. Ajajaj. Most nem szaroznak a mongolok. The walls have fallen. Steel and valiant hearts must be our walls now. Remember, fear is worse than fighting. Most nem szaroznak. We have breached the walls. Send those accursed devils back. Van még sok lőszeretek. Tornyokat lövik! Oh. Nem lenne jó elveszíteni a tornyokat. A
Ahogy látom, ez a sereg lovas íjászokból van tele, és könnyű kopjások, szóval nem lesz valami nehéz elverni őket. De a falat megkúrják rendesen. Fejlesztett testőrség, fejlesztett kard, páncélzat és 3 bronz gerenda. Az ugye elég durva. Kár, hogy nem lehet új páncélzatot adni a városi milicistáknak se. Se a Christian lovasságnak, se a milicistáknak. Ojj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 
Azt hiszitek, mert betörtetek pár falrészt. Most könnyebb dolgotok lesz. Hát rosszul hiszitek. Bekerítjük őket. Ajajajaj, szép. Gyerünk! Nyomjátok le őket! Gyerünk! Beküldi ezeket is közel harcra. Hát, ez ennyi volt. Valaki nyírja már ki ezt az egy embert. Hú. Jó volt. Azt hiszem egy IS egységet elvesztettem. Megtámadja Sofiát. Eddig mennyit vertünk el? Négyet? Még mindig van neki, vagy négy, vagy még 5-6 is.
Nem, nem vesztettem el így azt, azt fasza. Ja, hogy akik abba haltak bele, hogy... hogy leestek a falakról, az nem is számít. Azt fasza. Elnézést. Oké, folytassuk. Hát én ezt a falut, vagy várat át is fejlesztem, szóval így. Igen, majd küldim, hogy Smyrna, te. Smyrna kikötőjét ostromolja. És blokkád. Remek. Még két kör, srácok, és irány Amerika. Amerika! Most ezért jutott eszembe a Diktátor című film. Jaj, vagy négyszer láttam. Beszarás, milyen jó sikerült. Jaj, jaj. Christian Guard. Elkészültünk. Irány erre, és a tónban lévő csapat, pedig Riga ellen. Lassan-lassan, de lenyomjuk a lengyeleket. Lassan. Jó, ezeket a csapatokat vissza kell hozzuk. Itt is átfejlesztés lesz. Crossbow milicistája van. Na most vagyunk szarban.
mert nem tudom, hogy hol vannak a timuridák. És ha elveszem Kievet és kiírtom, későn fog átfejlődni a város, és így későn fogok tudni Christian Guardot. Ha csak kifosztom, akkor marad a lakosság, hamar átfejlődik, de szar lesz a közrend. Bár ha ez a sereg, ha pedig itt az ellenség, akkor jó, mert akkor hamar át tudom fejleszteni, és fogok tudni Christian Guardokat. Én azt mondom, hogy menjünk biztosra, és csak kifosztom. Na, de legyen egy körváltás. Kör végén megnézem, hogy a magyarok elvették Alexandriát, vagy nem. Hogy négy településük van. Riga, a lengyeleknek Stettin, Kiev, Jassi és Bran. Vagy Bran? Már megint! Jó, van nyugi. Mindjárt megvan az 1 millió dénárom. Ó, végre. Baglach! Ez nagy izé. Hajó. Mit írt? Ó! 400 tonnás? Oké. Az úgy nem semmi. Most ugrott be, hogy 400. Mi az Isten? Mi van? Hú, baszki. Az úgy komoly. Na végre. Ez az. Rövid idő alatt át tudom képezni az embereim. Ezek nem kellenek. Jönnek a baglakok. Elvették. Beszarás. Hát a magyarok tényleg nem szaroznak. Veszik, amit lehet. As the Sultan will, I live to obey, Sultan. Like the wind, I will leave no trace. As my Sultan will, Sultan. Tomorrow's journey awaits. As my Sultan, I seek an honorable engagement, dear foe. Orders, mighty Sultan. You cannot plot that course. You control access to this port now, Sultan.
Ó, Riga is epikus kőfal, és nagy kőfal. Az jó, lehet majd a Granadai Land és Christian Guardot. Avenger, wow. Épp hogy nyertek, az komoly. Jó. Ezt miért csináltam? Ó, oh, ez a hadvezér meghalt öregségébe. Lol. Nem, az inkább bánatába halt meg. Hogy oda a birodalma. Már nagyon-nagyon régóta. Most Jeruzsálem területén is leképzek egy jó sereget, és irány Alexandria, Kairó, Dongola. Ah, de először szét kell zúzzuk ezeket. Jaj, Istenem. Allah! Wakbar! Jaj, tudjátok mi lesz? Jó, hogyha megjelenik egy olyan totálvor, amiben mármint modern kor, első világháború, második, és az araboknál lesznek olyan csapatok, öngyilkosok, befutnak azt Allahu Akbar, és bum, felrobbannak. Az komoly lenne, azt bírnám. Úgy szépen hallatszani, hogy kiabálnak Allahu Akbar, és vége. Jaj, baszki. Az durva. Csak az a baj, hogy... hogy ahogy most haladunk a rómokkal, siralmasan szar lenne. És komolyan... hogy megcsinálják azt, hogy például legyenek repülők. Most hogy képzelnék el azt, hogy... hogy van a csapatodban repülő, oké, és hogy irányítod ugyebár tankot? A tankot az könnyen meg tudnák csinálni, gyalogságot, hogy igen, de helikoptereket, még azt is, de... nem tudom, szóval valahogy olyan fura lenne, hogy repülőket irányíts meg, tankokat, mivel, vagyis... a szárazföldi egységekkel nem lenne baj, hogy megcsinálják, az okés lenne. Azzal lenne a baj, a levegő emberekkel, a repülőkkel, helikopterekkel. Azzal már probléma lenne szerintem. Mert elég nehezen tudnák megcsinálni, hogy jó legyen. Például legyenek bombázóid, és dobjál le bombákat. Azt nem tudom, hogy képzelnék el, de én úgy csinálnám, hogy nem a csapatban kéne legyen, nem így csapatban, hanem kell legyen kialakítva reptered a közelben, és lenne képességed, mármint képesség, lenne rá alkalmat, hogy mit tudom én, ráklikkelsz az ikonra, hogyha van reptered és ott van repülőd, és mit tudom én, ráklikkelsz az ikonra, ott az ellenség, ugyebár az ellenség mozog egyfolytában össze-vissza, neked satsz per kb. Ki kell számolnod, hogy azok hova fognak menni, veszed, ráklikkelsz oda dobják a bombát, és akkor lenne egy kis visszajelző időcske, hogy mit tudom én, 2 perc múlva, vagy fél perc múlva jön a bombázó, és akkor csak látod, hogy bejön a repülő így a térképen, látod, hogy száll le és ledobja a bombát, és aztán elmegy. Na, szerintem ez így fasza lenne. Nem, kell legyen a hadvezér, és a seregben kéne legyen repülő, az úgy nem lenne jó, mert foglalná a helyet is, és nem jó. Meg hogy csak úgy repülőket hívni, az se lenne jó, hanem a közelben kéne legyen reptered.
mindig. Szóval lenne egy olyan képesség, hogy ki kellene alakítanod a repteret, mit tudom én, valahol, ahol csatázni fogtok. Jó, az a reptér az valójában nagy területet fogna lesz, szóval olyan, hogy repteret építesz, mit tudom én, Magyarország területén, Budapest mellett, de az a reptér elnyúlik egész Lengyelországig is, szóval ilyen nagyon nagy területet fogna le az egész, hogy tudsz repülőket hívni. És akkor úgy működne az egész. Szerintem az úgy fasza lenne, mint hogy elindul a csata, és akkor csak úgy a semmiből jönnek a repülők, és bombázzák az ellenséget. Az úgy béna lenne. Nagyon-nagyon. És csak egyszer használhatod, szóval egyszer használhatod egy csatában. Vagy egyszer használhatod egy csapat repülőt. Szóval ha van egy reptered, és azon van három csapat bombázó, akkor az három bombázást jelent. Nem, hogy bombázod, fél perc múlva jön a bombázó, aztán fél perc még visszamegy, és aztán fél perc múlva megint hívhatod. Nem, az annyi. Szóval ha lenne három bombázód, akkor három bombázást tudnál indítani, mint akárhova. De akár egyszerre is, szóval nem kell megvárnod, hogy az egyik bejöjjön, és utána meg kell várnod még a másik is. Vagyis hogy az egyik bejön, ledobja a bombát, visszamegy, és csak utána hívhatod a másikat. Nem. Hanem egyszerre hívhatnád mind a hármat, hisz egyik száll fel a másik után, nem? Ez ilyen egyszerű. Az úgy nekem nagyon tetszene. Ha így csinálnák, de ha úgy csinálnák, hogy... Mit tudom én... Hogy fejlesztenéd a hadvezérednek a képességét, mint ugyebár Rome 2-ben. Hogy vannak ilyen hülye képességek, hogy az egységek egyből kipihenik magukat, meg nem tudom mi. Ez nekem nagyon nem jönne be. És akkor lenne a hadvezérnek egy olyan képessége, hogy bombázást hívhat le, repülőket, meg ilyeneket. Az hülyeség lenne. De ez így, hogy ki kellene építened a repteret, és akkor a városban, ahol építik a repülőket, onnantól át kell telepítsd a repülőket a reptérre, és akkor használhatod őket. Na, az úgy komoly lenne. Az úgy nagyon-nagyon szép lenne. De ha nem ilyen lesz, akkor kaka. De szerintem a Creative Assembly-nek eszébe se jutott még az, hogy modernkori első világháborút csináljon. Most ugyebár megjelent az Attila Totálvor, meg fog jelenni a Warhammer, ezek szerint le akarnak ragadni az ilyen és rá akarnak menni a mitológiára. Varázslatos totálvorokat akarnak csinálni ide. Hülye varázslatokkal, meg tököm tudja, de szar lesz. Főleg ahogy ők akarják csinálni, szörnyű lesz. Már a Rome 2 is, meg az Attila Totálvor is már mágikusan belement a mágiába, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert olyan béna képességek vannak, hogy az hülyeség az egész. Megfigyelhetjük a Medieval volt, vagy a Rome 2, vagy a Rome 1-et. A hadvezér jelenléte növeli a morált a katonáknak. A Rome 2-ben, ha megfigyeltétek, leszarják a csapatok azt, hogy a hadvezér a közelben van, vagy távol van. Nem is jelzi ki. Ha meghalt a hadvezér, akkor a morál leesik. Ha meg él a hadvezér és távol van, akkor a morál ugyanolyan, ki se jelzi azt az egységeknél, hogy él a hadvezér vagy nem. De megfigyeltétek, Medievalban, ha hadvezér nincs a közelben, az egységek hamar feladják. A hadvezérnek vannak képességei, de nem olyan képességei, mint Rome 2-ben vagy Attilában, hogy az egységeknek nyomja fel a moráját ilyen nem tudom milyen hülye képességekkel, vagy egyből kipihenik magukat egy képesség miatt, és teljesen ki van fáradva, rányomja azt a képességet, és kész, kipihente magát. Jó, gratulálok, egy taps jár a Creative Assembly-nek. Medievalban, ha közel van az egységekhez, akkor a morál jó. Megfújja a kürtöt, és ez megnöveli a morált. Ennyi az egész képessége, és ez a legjobb. Nincs ilyen hülye képesség, hogy kipihenik magukat, vagy
vagy ilyen plusz támadó erőt ad az egységeknek, meg mit tudom én, hogy a francba adna már, rákiabál az egységekre, és akkor plusz támadó erőt kapnak? Vagy mi lesz? Vagy ez baromság? Meg az egységeknek vannak ilyen hülye képességei, hogy extra rohamozási bónusz. Hogy? Ugyanúgy kéne rohamozzon? Ez baromság az egész. Szóval ilyen mágikusan csinálták már ezt is, és nagyon nagy hibát követtek el. Medievalban vagy Róm egyben van egy kürt, megfújja, és megnöveli a morát. Ha a közelben van, és a katonák hallják. Ez azt jelenti, hogy a katonák tudják azt, hogy a hadvezér még él. Mert ott van a közelben is, és megfújta a kürtjét, és tudják, hogy a hadvezér még él. Róm 2-ben ez nem számít. A hadvezér lehet egy kilométerre tőlük, ha meghal, akkor ők azt is, akkor tudják, hogy a hadvezér meghalt. Nem tudom, hogy hogyan. Csata nagyban folyik, a harcosok mészárolják egymást, a hadvezér egy kilométerre meghalt tőlük, és ők azt fogják tudni. Hogy? Sehogy, ha nincs honnan tudják. Ez a Róm 2, Medieval sokkal jobb. Ha nincs a közelben, akkor a morál leesik. Mert egyszerűen tudják, hogy a hadvezér nincs ott, és gondolják, hogy meghalt. Ez ilyen egyszerű. Van egy kürtje, amit megfúj. Ha közelben van, a katonák ezt hallják, és akkor tudják, hogy él a hadvezér. Róm 2-ben semmi ilyesmi nincs. Meghalt, vagyis él vagy halott, katonák ezt nem tudják. Vagyis azt, hogy él. Azt, hogy él, azt leszarják. Nekik tök mindegy, hogy egy kilométerre van tőlük, vagy pont ott harcol mellettük, nem számít. Egyáltalán nem számít. Mert nem, a hadvezér jelenléte nem növeli a morált valójában a játékban. Talán egy kicsit, de nagyon-nagyon kicsit. És olyan hülye képességei vannak, ami valami irritáló számomra. Ez a legjobb, ahogy meg volt csinálva, Róm 1 vagy Medieval 2, van egy kürt, megfújja, az emberek hallják, és jobban harcolnak, és kitartóabban harcolnak. Ennyi. Több semmi. Meg ilyen képességei már, mint több semmi. Vannak ezek a képességek, ugyebár, mit tudom én, vannak annak a hadvezérnek is a képességei, hogy plusz egy morált a katonáknak, vagy ilyesmi. De ennyi. De nem olyan hülye képességek, mint Róm 2-ben. Hogy kipihenik magukat az egységek egyből, meg ilyen hülye képességek vannak. Annyira irritálnak, hogy ez hihetetlen. Nem is értem komolyan, hogy hova fajult ez az egész játék, hogy lehetett ennyire szar. Hogy engedhették meg az ilyen hülye készítést? Bevették Antiókiát. Szóval ilyen badarságokat csináltak, hogy az nagyon szörnyű. És sajnos folytatják. Szóval folytatják még mindig. Mert Attila Totálból is copy-paste lett a Róm 2-ről, és hát adjuk ki azt, jó van az, nem számít. Sajnos ilyenek a készítők. Leszarják az egészet. Magasról. Most még lesz 3 Christian Guard. Sajnos. De ezzel ellen nincs mit tenni, mert nem érdekli a készítőket, pedig olyan nagy hibákat csinálnak, és ökörségeket, hogy az szörnyű. Én nagyon nem szeretem.
ezeket az új Total War-okat. Azért nem is játszom mostanában vele. Mert egyszerűen nem szeretem. Egyszerűen nem jó. Akárki mondjon akármit, nem jók az új Total War-ok. Mert mágikus, hülye dolgok vannak benne, egyszerűen nem jók. A képességei a hadvezérnek siralmasan hülyeség. Annyira irritálnak, hogy az szörnyű. Olyan hülye képességek vannak, hogy nem jó. Long live the warriors of Islam! Our faith has delivered us victory! Sajnos változtatni se akarnak a készítők. Főleg most ezzel a Total War Warhammerrel. Ajaj. Nagyon rossz lesz. A Medieval 3 srácok olyan lesz, hogy félig Total War Warhammer-es lesz, meg össze-vissza valami szar. Összeszednek itt minden hülye képességet, azt belebasszák itt a Medieval 3-ba, és akkor nézhetjük magunkat. Ajaj. Siralmas lesz. Na, de azt hiszem, hogy jöhet egy körváltás. Ja, és kell egy új sereg. Hey, te korrupt vagy, haver. Szent harcos. Százalékkal többet tud lépni. Jó, az jó hadvezérnek tűnik. Ezekben a városokban is, Genoában és Florenceben is ki kéne képezni az új izét. A páncélzatot, mert nincsen is, így nem tudok jó katonákat. Jó, és jó fegyverzetűeket. Oké. Kikúrt, jól állunk. Igaz, hogy még egész Ázsia, meg Kis-Ázsiát be kell foglalni, meg Egyiptom, meg ilyesmi, de Európában jók vagyunk, és már betörtünk Oroszországba is. Lol. Kifogytak a jó katonákból, mongolok. És kezdenek csak kezdenek kifogyni. Jaj. Na most meg jönnek a timuridák. Ó, te jó Isten. Baszki. Ajajaj. Oh. Oké. Okay.
Nem biztos jó ötlet volt lerombolni. Ops. Még nem fejlődhet át. Timurid a hadban áll a magyarral. Nem. De nem ám. Szépen tartják magukat itt a magyarok, baszki. És van egy váruk is, amiből mindig hozni fogják a feudálisokat. És az baj. Ezt inkább hagyjuk egyelőre. Az oroszok tele vannak zsoldosokkal. Jó, körváltás. Ó, első harcunk a timuridákkal is. 4 elefánt, baszki. És van vagy 10 csapatuk, még több. Ó, de szar lesz harcolni ellenük. Christian God. Jó, mert majd Jeruzsálemből egyfolytában hozhatom a izéket, az erősítéseket. Hol lehet itt még kimenni? Itt.
Crossbow. Oké, kifele. Föl a falra, Christian Guard. The enemy have ladders at the walls. Repel the invaders. Send them back whence they came. Ahogy látom, felsorakoznak a izéhez, kapu elé, az passza. Na de hadd jöjjenek! Victory is well within our grasp. Time our foe will surely see this and lose heart. Ó, az meggyulladt. Szép, vissza is verték a milicistákat. Nehogy már a Habedier milicista lenyomja a Christian Guardot. Christian Guard... Hát... Felveszi a harcot az európai feudálisokkal. Feudális lova, nyergetlen feudálissal, sőt, még talán erősebb is. Ki, hogy lőnek, baszki. Our foe fights with horns made of clay. We are winning the battle. Ezek a szabadárok jobbak, mert van fejszéjük, ami jó a jó páncél ellen, és pajzsuk is, szóval jobbak, mint a habedierek gyalogság ellen. A habedier az lovas ellen van. Gyerünk, keresztények, harcoljatok azért a pénzért. Ezek valójában zsoldosok a keresztények. Azért használták őket a mórok, mert a móroknál úgy volt, hogy elárulhatták az ilyen hadvezérek vagy emberek, elárulhatták az uraikat és átvették az irányítást. És ezért használtak keresztény katonákat, keresztény embereket. Mert a keresztények hiába ölték volna meg a muzulmán nép, akkor se hódolt volna be egy keresztény embernek. És így ezért használták a keresztény őröket, mert tudták, hogy a keresztények úgy sárulják, hiába árulják el és ölik meg, mert a muzulmán nép akkor se fog átállni. És engedelmeskedni nekik. Szóval jó ötlet volt, és a keresztények amúgy is jó harcosok. Ezért használták inkább a keresztényeket őröknek, és nem mást. Mert tudták, hogy a keresztények hűebbek, mint a sajátjaik. Jó, persze lehetett az, hogy lefizetik, és akkor... De szerintem ez ritka volt, hogy lefizessék, és akkor úgy ölje meg. De hát ki tudja. Azt csak ők tudják, hogy volt. Tudjátok mit? Gyertek! Mondjuk ez nem jó ötlet.
Ó, baszki. Nem jó ötlet, mert itt még sok az ellenség, és nem kéne kimenni. Vagyis... Á, nem tudom. Várjunk még egy kicsit. Tornyok, verjék el őket. Ó, bazd meg, kinyitottam az ellenségnek a kaput. Hehe, de ügyes vagyok. Nem baj, öljük meg mindet. És még izéim sincsenek. Lándzsásaim, akik jól tudnának harcolni az elefánt ellen. Á, kinyírják az elefántokat. Annyi az egész, hogy le vannak sérülve. Jöjjön a lovasság, vagyis... Ja, jöjjön. Ájj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 
Ó, az megtört. Öli a sajátjait. Ha a keresztény lovasokat ráküldöm az elefántokra. És két csapat arabot pedig a hátukba. És ez a két csapat arab pedig segít a keresztény őröknek. Menjen az erősítés. Az elefántokat megölték. Praise be to Allah! The enemy's general lies dead. Now this man can sense their doom upon them. Yeah, boom! Azaz! Feküsznek ki az elefántok, pihengélnek egy kicsikét. Nehéz lovasok, jók az elefántok ellen, kopjával. Ops. Talán még jó is, hogy beengedtük őket, így legalább megöljük mindet. Ó, azaz, az elefántok megtörtek. Az azért nem semmi, hogy ebben a csatában elvertünk négy csapat elefántot. Az nagyon jó. Az nagy veszteség nekik. Ez ennyi volt. 393 ember veszteség, de neki nagyobb. Plusz ugye bár egy hadvezért is elveszített, ami sokat számít. Ezek a hadvezérek mind nagy befolyással rendelkezőek és félelmetes hadvezérek. De mi megöljük őket. Meg bizony. Meghalt a szultán. Fasza. Hozzunk erősítés lovasságból. Egy kis lovas erősítés nem árthat.
Ó, itt nagy az adó rendszer. Rendben. Tovább. Tovább előre. Hát ebben a részben nem, de a következőben tuti felfedezzük Amerikát. Nem jó ötlet rámenni Konstantinápolyra. Ennyi? Egy, kettő, egy csapatotok van? Ez nem sok. Nagyon nem sok. Ja, hogy itt lehet Christian Guardot. Oké. Ja, az új sereget akkor rendezzük el. Kész is. Nem lehet egy dzsiádot? Nem. Novgorodra hirdetnék. Oké. 974.200 dénár. Az nem rossz pénz. A nagy lengyel birodalmat mindjárt szétvertük. Mindössze Jassi maradt nekik. És vége. A mongol birodalomnak sem maradt sok hátra. Csapataikat elvesztették. Nem mind, de majdnem. Még mondjuk van hátra egy kevés csapata. Ah, Sofia. Shall we move out to break the enemy siege, Sultan? De már izé Tesszáliánál egy egész gyenge csapattal jöttek, amiket képeztek városban, azok meg más szarok. Áhá. Pioneer of Paint. Oké. Okay. Ostrom.
master will reward me for your death. Hát, mi győzünk. As my sultan will. Of course, sultan. Nah. Of course, sultan. As my sultan will. This will be an honorable battle. We shall endure outside their wall. They see. Has the time come to strike, mighty sultan? How may I serve, sultan? Water. How may I serve, sultan? Order. Aye, aye. All that is left, my master will reward me for your death. All that is left for us is to fight. Oh, itt nincsenek elefántok. Order. Okay. Orders, mighty sultan. This is not an option. We cannot plot that course. As my sultan will. Naa. Tomorrow's the infidel army will not. Long live the warriors of Islam! Remove, sultan. What is the sultan's will? Sultan. Á, még mindig korai. Még meg lett az egy milsi. Az egy millió dénár. Hoppá. Hopps. Végetek. Végetek van, mint a botnak. Setting a watch here, mighty sultan. We move at first light. Na'am, sultan. We march. The sun sets on today's journey. This place is not reachable. Várjunk. Vannak csapatok, amik sérültek. Így, és itt is vannak. How may I serve, sultan? Sultan. How may I serve, sultan? Sultan. Így, né? És akkor a kettőt egyesítem. Orders, as my sultan will. Na de hát, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!